Nemrég derült ki, hogy az összesen 65 milliárd forintosra becsült hajdúnálási MotoGP pálya és a megszorítások áldozata lesz, a beruházást felfüggesztik. Összesítettük, hogy 2020. szeptemberétől kezdve összesen mennyi bruttó fizetést vihettek haza a pályaépítésért felelős cégek vezetői. A számokból kiderül, hogy jövedelmező volt a munka a két azóta egymásból avadó cégnél. A Humda vezérigazgatója havi bruttó 2,5 millió forintot, a kelet-magyarországi versenypálya Kft. Fejese pedig közel 3 millió forintot vihetett haza havonta, erre jön még a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok bére is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor olvasd el a cikkemet az átlátszón, amiből kiderül az is, hogy a fizetések mellett eddig összesen mennyi közpénz ment el a beruházásra.